Gyilkos e-cigarettában szegény napot kívánok neked. Szevasz, Fifika! Szervusz, Charlie! Én azon gondolkoztam még, ezt a mondatot uh, megszülted magadból, hogy uh, lassan az e-cigarettához is védő felszerelést kell venni. Gondolkozzunk ezen el. Ez Mit nagyon tudom, jó én? egyébként. Repesz álló szájmaszk. <laughs> Ez nagyon jó egyébként, <laughs> hogy ezzel kezdtünk most. Kript kriptonit szemüveg. <laughs> Igen. Ez nagyon jó, hogy ezzel kezdtünk most, mert eszembe jutott a, a múlt héten említett nem a reklám helye ecg akciók csoport, ahova én betettem a héten. Mit tettem be a héten? Félelmetes volt. Egy pokolgépet. Is, de az a hori volt. Nem. Egy fél... Ja, igen, megvan. Jó, oké. Előttem van... Úgyhogy ezt majd az adás megfelelő részében említs arra, hogy percigi akciók csoport, vagy Darwin. Legyen Darwin. Az olyan, Darwin. A mai Igen. nap fényében, illetve a tegnapi nap fényében ez, ez epikus lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy előbb-utóbb valaki Elcigivel bekerül a, a Darwin díjasok nem, Tam, nem, oly, nem oly kicsi táborába. Egyébként hát külföldön már volt rá precedens szerintem, de, de igen, itthon is rázzuk azt a pofonfát, úgyhogy ami késik nem múlik, mindenki készí csak kameráját. Ja. Csak a kameráját. De egyébként mi történt veled a héten? Ú, uh, velem annyi dolog történt a héten, hogy szerintem még menet közben fog uh, eszembe jutni egy-két uh, sztori. Egyrészt, uh, tudod, volt egy uh, Asterix és Obelix rajzfilm, amikor így a, a római hivatalok útvesztőjében bolyongtak. Na hát én most így nagyjából így érzem magam. Van egy pályázat, amihez egy halon papírt be kell szerezni, cím címpéldány, 30 napnál nem régebbi, törvényszéki, uh, mit tudom én, bejegyzés, másolat, banki igazolás, meg a jóisten tudja mi, de már tényleg marhára unom, mert két napja csak ezzel foglalkozok. Ráadásul ugye bevallási határidőnk van, egyesületi szinten is, tehát beszámolókészítés, üzleti beszámoló, azt a, a Budapesti Bíróság, vagy bírói testület, hivatal, már nem tudom, már keverek minden ilyen marhaságot. Könyvelő, könyvelési díj, sállalászó a, a nyakamba. Adóbevallás. A adóbevallás, ugye az egyéni adózóknak. Szóval, na, baromira nem egyszerű, és még ráadásul a, a, van egy ilyen régi történt, amit így tologatok magam előtt, ez a, a management szoftver, aminek a GAN diagram része úgy kéne, hogy kinézzen, ahogy én azt megálmodtam. És ráadásul az egyik ilyen szoftver készítő cég ma jelentkezett be ilyen videó konzultációra, hogy ők most akkor bemutatják, hogy milyen kurva jó a, a szoftverük. Egyébként tényleg jó. Uh, és uh, szó, nem, egyszerűen már így azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Mindez mellé Kedden, ugye ezt a szerdai, múlt hét szerdai podcast, milyen érdekes kimondani, nem, hogy szerdán volt podcast. Tehát, hogy Mi, rá, pod... milyen érdekes kimondani, hogy nyolckor kezdődött, vagy hétkor kezdő. Hétkor kezdődött szerdai podcast Megemlítettem, hogy rendeltem egy, egy Xiaomi A1-et, és a Pure Mobile című, vagy nevű cégtől. És komolyan mondom, azt gondoltam, hogy hát mit tudom én, három nap alatt itt van. Na most, múlt hét kedden rendeltem, ma hozta a futár, és ha hétfőn nem lett volna ünnep, valószínűleg hétfőn délután írok egy levelet, hogy köszönöm szépen, vegyek semmisnek a megrendelést, mert öt nap alatt nem tudták ezt elintézni, akkor, akkor így picit elveszett a bizalman feléjük. De tegnap este jött egy... E-mail a futárcégtől, hogy feladták a csomagomat, és hogy ma e, kerül kiszállításra. Úgyhogy éppen a telefonom 52. frissítését raktam föl, persze ez nem igaz, mert at háromat frissített össze-vissza, de ugye, azt raktam föl, ugye 8-as Android van rajta, ez ugyanaz a telefon, amit e, mújó is vett, és e, duplakamerás, csináltam vele egy pár portréfotót, ott ezt a háttérelmosást. Nem merem kimondani, hogy hogy hívják, mert biztos, hogy rosszul fogom mondani. De úgy írják, hogy bokeh. Hát ez, ez, az, amit még az angolok se tudnak, hogy, se tudna. hogy boke, boké, mindegy, igen, tudjuk. De ezt nagyon szépen csinálja, amúgy. És Igazából az, az nem boké, a boké, a boke az az, az mikor, mikor, az elmosódott háttérben ugye a, a, a te lencse tagodnak, amivel állítod a, a, az íriszt, a rekeszt, hogy mekkora legyen a rekeszed, ugye, hogy, hogy, hány lemezből, lamellából áll a, rekeszed, 7, 8, 9 vagy még több, attól függ, hogy a, az a boke, az a, az az elmosódott fénygöm mondjuk, ami a háttérben van, az, az neked kör alakú, vagy nyolc, vagy hat szögletű, vagy akárhány szögletű. Amire te gondolsz, az a, az a mélység, élesség, a depth of field, amivel játszik ez, és kitalálja a, nem tudom, mesterséges intelligenciával játszik a tied? Az a Xiaomi, nem tudom, de elvileg a, nincs De ugye... ezt régen, régen ugye egy kurva zenit uh... XP nevű fényképezőgéppel úgy kellett csinálni, hogy kirekesztés teljesen, ugye akkor piszok kicsi a mélység, élesség, és beállítod az élességet az arcra. És akkor a háttérre lesz mosva. Ha berekesztesz, akkor csak megnő hát, a, a mélység, élesség, és akkor a háttér is éles lesz. De hát ezek a kamerák <laughs> konkrétan nem tudnak rekeszteni. Tehát. A, De a, ezt, tudnak, tudnak, mert ugye mert ugye még a Samunak is azt hiszem, hogy egy kettő, vagy egy nyolc, valahogy így van a, a, az F értéke, és ugye azért... Kettőn... De az fixre rekesz érték, az fix, De az tök mindegy, hogy neked fixe vagy sem. A, a hát na, ezen múlik. Mennyire tudod kinyitni a lencse tagjaid előtt, után ez, ezt a rekeszt. Ha nagyon ki van nyitva, akkor sok fényt enged be, és akkor tudsz játszani a mélységélesség. Akkor nagyon, nagyon kicsi lesz az a rész, ami neked éles, mondjuk a szem és annak a vonala. Ha fölhúzod mondjuk F11-re, vagy F8-ra, akkor, akkor meg előtte is, utána is sok-sok méteren keresztül éles lesz a kép. Elég abba csak vele gondolni, hogy mondjuk nekem egy F4 fényerős objektíven van, és azzal, ha én F4-en használom, akkor közel kell menni a portré alanyhoz. föl kell tekerni mondjuk a 1670-es obit egészen mondjuk 60-70-ig, vigyázva arra, hogy az arc ne torzuljon, mert azért ilyenkor már az is játszik, és, és akkor meg lesz a mélység élesik, tehát azért van mivel játszani. Szerintem ezek a telefonok ugye pont ezzel játszanak, hogy elkülönítik azt, ami mögötte van, mert az homályos, és abból számolja ki valami algoritmussal szerintem, hogy na ha ez homályos, és ami előtte van, az nem homályos, akkor a homályos a háttér, és akkor azt elsötétítjük. Én ezt megfigyeltem egyébként, én is csináltam az iPhone-nal ilyen képeket magamról, és ugye nekem viszonylag kevés a hajam, és, és ugye a hajam nem hajam, a, tehát a hajam éles, mögötte ami van az, az nem éles, van most ha viszont a hajam között átsejlik a háttér, tehát azt nem nagyon tudta feldolgozni a, a, a szoftver. Tehát olyan kemény hajad van, hogy még a szoftver se tud vele mit kezdeni. Ennyi, ennyi. ketté harapom a mélység ennyi. élességet. Báze. Egyébként azt tudod, hogy minek van a legrészlet gazdagabb képe? Persze, a szemnek. A lyukkamerának. Hmm. Nem... Oké, okay, lehet rajta vitatkozni, én még ilyen nem őskori részlet, vagyok. Nem részletgazdag, hanem pont azért, mert kicsi a rek, tehát lerekeszelsz, a, a jó kamera, az, a, a, kamera obszkúrára gondolsz. Igen, én még fényképeztem Igen? ilyen saját gyártmányú Lehet egyébként kamerába. nagyon drága pecsval lencséket kapni még drágább, mondjuk Hasselbladra, vagy, vagy Sonyra, vagy akármi másra. Gyönyörűek egyébként. Egy cigi témájú podcast zsír. Szóval zsír. Rész, Igen. részből van. is tudnék mesélni. Részből van az egész csinálva, és, és, és fantasztikusan néz ki egyébként. De pont ezért mondod azt, hogy részlet gazdag, mert ugye kicsi a rekesz, és ezért a mélység élessége, tehát a, a, kamerától egész a háttérig minden éles. És ezért Nyilván a fénygyűjtő képessége az a, az a véka, nullával egyenérték. Igen. Hát illetve gyűjti az, csak hát, pff, minél kisebb a rekesz, annál több fényt kell. Viszont, viszont nulla az optikai torzítása. Is. Is. Hát is nem merem mondani, igen. az ára is, mert tényleg borzasztó árakon mennek ezek a, ezek a redesignolt, újra gondolt Petszvál objektívek. Épp, szerintem egy éve olvastam a Version, hogy, hogy kidobták ezt újra gondolva, és megszületett. tudod, mikor egy ilyen, egy ilyen new school cuccon, ami, ami magnéziumház, meg, meg, meg két-három ezer dollárnyi tömör technika, meg elektronika, Igen, meg és képestem, és, tudja, és akkor előtte egy ilyen részből, baltával kifaragott pecsvál objektív, gyönyörű kontraszt, hogy a gépnek ad kontrasztot, hogy hát, na mindegy, hát ez tényleg ez ilyen kamera pornóna. Jó, <laughs> na, én e, azt tudom, hogy, hogy jutott, ja igen, a, fégy, vagy a ö, telefonról, amúgy kis pörgős, jó pufa, 52 ezer forint volt, ö, áfa, áfás árról beszélünk. Atya úristen. Ö, 3 giga ö, ROM és ö, 32 giga RAM talán ez a... A fölállás, Szerintem árértékarányban ez most a legjobb, és tényleg mindig a legfrissebb. Most én is álmok futottam a héten egyébként. Android van rajta. Nem, nem tudom eldönteni még mindig, hogy, hogy ugye, hát na, messze van nekem még a telefoncsere, de nem tudom eldönteni hogy, hogy iOS, Android, ó, iOS, Android, Android, iOS, mi legyen mert, mert szerintem akkor, mikor én nekem telefoncsere lesz aktuális, akkor ilyen, ilyen iPhone 8 környékét lehet, vagy a Huawei P20 Pro, vagy Samsung S9. Tehát most csak a, 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 migrédünkben a, a kapható legmagasabb telefonokat mondtam, tehát van ennél följebb is nálunk, ugye most az X, meg a meg az S9+, plus de hát azt nem lehet ö, kérni. Ja, igen, mondjuk te, neked érdemes céges telefont venni, mert... Hát, céges telefont kapni, mert... Kapni, <laughs> Ugye? igen. Na mindegy, ez fél a kered, Fert... és nem tudok dönteni, és azért sem, mert, fú, nézegettem az órákat, és küldött valami kis kínai automata, automata Xiaomi óra, ilyen, ez a holovacs, tudod, amit automata Xiaomi, ugyanolyan a kerete, mint a, az Apple watch -nak. az alja zafír, a teteje zafír, közte maga a mechanika, és átlátsz az egészen, baromi jól néz ki, és valami három atmoszféra nyomásig még vízálló is talán. Na és akkor gondolkoztam, hogy az iPhonehoz van órám, de mi lenne, hogyha a T20 Pro, vagy Samu, és akkor ahhoz másik óra, elkezdtem nézegetni az S3 gírt, megdöbbentem, hogy valami 105 forint az óra, tök jó. A kollégáimnak van egy párnak. Aztán nézegettem a Xiaomi-t, 65 ezer. <laughs> Még annyi sem. Itt a Xiaomi-ból most ez a, ez a az Amazfit, Amazfit GPS. 2. Igen. Igen, ami, és kurva ami... jól néz ki. Igen, és jó is úgy mondom, hogy tehát, hogy az megy, mert van ismerősömnek, az megy iOS-szel, az megy Android-dal. nem egy megy, telefon nélkül is rögzíti az útvonalat, tehát szerintem nagyon pepec. Úgyhogy tudod, ezek az élet nagy problémái, mintha... Egy kabát gomboké, megjegyzem, mert más ezt adja ilyen százer forint fölötti tartományban. Igen, ezért ugye mondtam a Samsungnak a, a gíres hármat, mert az ilyen 105-120, nem tudom, most pontosan mennyi, és akkor ott van pont a feléért a Xiaomi. Mondjuk tényleg az S3 gírnek baromi szép a képe. Tehát szép a felbontása. Jó a, a lünetta, tudod, az a forgatható Igen. akármicsoda körbe. Egy pár percig kollégámét tekergettem. Tehát még mindig drámában vagyok. Nem tudom, mi legyen. Nem tudom, mi lesz. Anyám kinyát tudom, már megint valakinek kenyére kell, én meg ilyen hülyeségeken agyalok, de hát ez van. Na, és veled mi történt, Charlie? Hi, ezen próbálok gondolkozni, csak tehát most a hetem az, az annyira szar, hogy ugye múlt héten dolgoztam, ugye most nálunk ilyen, ilyen, kórházba járós időszak van, nem én, hanem, hanem a családban van, akinek volt egy elég komoly csípőprotézis műtét, és, és most én ilyen szalma vagyok most három hete körülbelül, tehát tudod, vérprofin tudok ja, igen. már kenyeret csinálni, meg <laughs> nagymama befőttes üvegéből kiborítani az előre eltett csípős lecsót, azt feldobni egy kis rizssel vagy tojással. Pró vagyok benne. Úgyhogy körülbelül ennyi. Aha, megjött a feleségem, mert hallom, hogy prüszköl a lenti szinten. Ü igen, igen. Teg nem, múlt héten. Múlt héten volt még egy jeles dátum, azt hiszem, ha ránézek, igen. Múlt héten volt a tize... Várjál, most gondolkoznom kell. 13. házassági évfordulóm. Évfordulónk úgyhogy hát ilyen lájtosan ünnepeltük meg, ugye, mert senki nem volt itthon, de hát természetesen virágot kellett venni, mert így éreztük jónak, és tegnap jött is a lebaszás, képzeld el, jött a feleségem, ugye, hosszú távol létből. a virág az már nem annyira acélos, mint múlt héten, is. és, és szívtam az ecigit, és nem látom a konyhát. Nem látom. Mondom, mit nem látsz? Nézek arra. A konyhát nem látod? Mondom, de látom, ezért kérdezem, hogy te mit nem látsz. És fönt is milyen büdös van a füsttől. Pedig mondom, diplomád van, tehát gőz. Gőz, Akkor is gőz. Jó, mondom, oké, zárjuk rövidre. Oké, rendben. Letettem, kereszt húzott. anyám kínja. Megyek föl, és ugye fölfele száll a meleg, a lakásban, meg ugye mm. mindenhol máshol is. Igen. Fölmegyek, és abban a pillanatban megértettem, hogy ő mire gondolta azt, hogy hát mondom, tehát nem értem, hogy mit tudom én, 6-7, nem tudom én hány éve szívom, és most büdös lett a málna. Úgyhogy fölmentem, és megértettem, ugye, hogy a, a virágnak ez az áll kicsit már állott szaga, ami a, a víz, meg a virág, meg a tehát tulajdonképpen rohad a virág, de nem, ne azt képzeld, hogy ott rohad lenni, és itt ülünk a muslincák fölött. Na mindegy, és ezt a meleg levegő fölhozta, és az megállt itt. éreztem azt a rózsa szagot, ami már nem a friss virág szaga. Na mondom, kicsim, megvan, hogy mi volt büdös. És aztán reggel közöltem vele, hogy nem az elektronikus cigarettám kilélegzett párája volt az, hanem a virágnak a bomlás terméke. Na, hát, hogy ilyen problémáim vannak. Ja, meg hogy hogy itt két napja itt az ország izébe él, ö, OMS riasztási lázban, hogy itt, itt szélvihar, itt tornádó, itt, itt monszún meg, és kurvára semmi nincs, és semmi nincs, kéne a füvet locsolni, tehát örülnék neki, hogyha nem a vízszámlám pörögne, hanem jönne föntről az ingyen víz, de nem jön. Ma én a permetezéssel vagyok így, hogy tudod így, minden este kiülök, és akkor remélem ma nem fog esni. És dying, de csak pont annyit tudod, hogy kicsit dörög, izé, sít, súgy, esik pár csöpp, vége. Tehát már nincs permetezés. Mert ilyen állat vagyok, mert permetezhetnék délután ötkor is, de én a méheket, tehát én csak naplemente Hát, hogy Után legyen hangulatos a permetezés. A hajl Hát igen, igen. Az egy jó permetezés, érted azért. De szerintem te, te tudat alatt te nem akarsz permetezni, és így, így Ez is a lehet. Időjárás. Ez is lehet, pedig hogy... annyi a levél tetőcsém, hogy azt el nem tudom neked. Ó, azt, előtte. azt nekünk is kapott a, a fa belőle, úgyhogy hogy hála Isten. Na de ezt már múlt héten kitárgyaltuk Bálint Gyuri van. Bálint gazdával. Igen. Bálint gazdával. Na de... itt a ö... beszélgetés közepette a kazánt. Ami... Térjünk, visz, térjünk, vissza a beszélgetésünk elejére. Na. Miről beszéljük? Arlok Arról a kazánról, ami a kezemben van? Nem, nem. Erről a sajnálatos halálesetről. A melyikre rego... a ja, igen, mert itt több haláleset volt, tehát nem tudtam, hogy a gyilkos cigi, vagy a, a cigi. vagy a román, vagy, de jó, jó. De maradjon. ezt azt így egymásba ölthetjük egyébként, mert, mert ha belegondolsz, akkor mind a kettő a Darwin Díj kategóriára jelölt. Erős csak indulók, ugye, erős indulók, igen. Elős, igen, csak a, 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 románnal nekem az a bajom, hogy nem, nem egymaga ült a búzba, tudod. Igen, már kollégám mondta egyébként, hogy, hogy hány árvát hagytak a kilenc halott maga után, és a legmorbidabb az egészben már megint az, hogy mobiltelefon, és szerintem szólni kéne Alekosznak, hogy írja Zuckerbergnek, hogy ölt a Facebook. Mert hogy az elég kemény azért azt látni, egy felvételen, hogy a csávó lájvozik a kocsiban, vezetés közben, és átmegy a szembesávba, és olvassa a csetüzeneteket, és te meg közben látod, hogy jön egy kamion szembe. És ott van a vége a felvételnek, hogy neki megy. Szóval azért, ez tényleg erős darvindi. Nem, tehát kedden voltam Pesten, és az ötös az most aránylag tragédia, tehát ilyen beterelés, beterelés hátán, 6 kilométer meg. Ki össz, tudod, vigyorogva, na, vége van, és 200 méter múlva megint kezdődik egy útjavítástábla. Valamit, hát egyrészt a sávot javítják, másrészt meg valami leállót, vagy, vagy lejárót, vagy parkolót, vagy nem tudom mit építenek. Ú, és még ez is történt velem, hogy uh, Pestre menet, uh, bementem a pályamatricát venni a, a transporterre, és mondom a csajnak, hogy akkor erre a román rendszámra kérek egy izét, megcsinálta, jó rendszám, jó rendszám, aláírtam, sálala, uh, Kiteszi elébem a bizonylatot, és nézem, hogy 3000 valamennyi. Ó, mondom, ez D2. Ugye ő se kérdezte, én meg nem mondtam. Tehát, hogy nem személy, hanem ez a kis teher kategória. Ugye ez egy 9 személyes busz. Na, oké, ok, ok, újra matrica. Hát ugye már ilyenkor nem tudsz mit csinálni, hogy a vítani ráfizetésre D2-re. Oké, D2 kijövök jövök a kútról, és így mennék ki a pályára, ott áll egy ilyen narancsárga mellényes úriember, sztói. Előveszi a kis kéziszerszámát, beüti a rendszámot, azt mondja, pici probléma van. Mondom, tudom, tudom, hát D1-et vettem az előbb, de vettem mindjárt D2-t is utána. Azt mondja, a, -a. tavaly ötször ment D1-es matricával D2 helyett. Ó, oh, meg. 74 ezer forint. Szt. Ott Hello! <laughs> Szevasz! És nem is én voltam, hanem a kollégám. Úgyhogy... Szabad ne teh... feled! Erőjött nem a büntetésedről. Jó. A kollégám tegnap uh, szóba hozta, hogy nem volt, nem volt az igazi neki a múlt hét. Nem mondom, mi van? Hát, tönkre ment a mosógép, és még a rendőr is megbüntette, mint csak Norris, kétszer. Nem mondom, ez hogy sikerült abszolválnod? Hát képzeld el, ami, ami pörög a, a interneten, tudod, ez a megy a rendőr mögötted a fehér Audival és tol, mm -hmm. és amikor egy kicsit odalépsz, hogy ki tudjál húzódni, na akkor utána levillog. Hát, sikerült vele szaladni a hatos úton. Úgy, hogy levillogta. Az első, az egy trafi volt, de a másodiknál ő is ő, találkozott ezzel a jelenséggel, úgyhogy ő is meg tudja erősíteni, hogy igen, működik a a Magyar Kobra 11 a hatos út rémei, de állítólag nem, nem üldözik le, nem kergetik le, nem tolják le, de tudod, mikor meglátsz a tükörben egy BMW vesét, vagy egy négykarikás Audi logót, azért azért egy picit odalépsz, hogy na, menjél el az útból, hogy hadd menjen a, a magasan kvalifikált szakember, biztos benne van ez is. Ez egy írtózatos, tróger, ajas aljas hozzáállás. Na, de ez egy ilyen off volt. Csak a büntetésed margójára. Ö, na, szóval, hogy, hogy amúgy is hihetett. Tehát én 600 kilométereket megyek ki csikba meg vissza, Aránylag 300 km pálya, 300 km egyéb útszakasz, Iszonyúan figyelek. Nem vagyok egy kapkodó idegbeteg, ahol lehet megyek, ahol nem lehet ott nem megyek. De soha nem jutna eszembe, hogy én ebbe a 600 kilométerbe bárhol lájvozzak. Nem egy. Hát nem, akkor livezunk majd, nem akkor egy, egy akkor nem egy te vezethetsz, csak érted, én lájvozok mondjuk. Igen, de Meg nem, nem egy buszon, érted? Ja, és kézből is. Láttam a fölvételt, tehát ugye azt tisztán látszik, hogy ez egy figyelem, egy, egyrészt egy figyelem elterelő tevékenység, de borzasztó módon. És nem is tudta fogni, meg, meg olyan esetlen volt oda a kezében is, meg lefölment a kép, meg tehát egyáltalán nem is értem komolyan, hogy ez most... Csak erre a, erre a három másodperc iszonyú kétes hírnév, ami, ami ebből lett. Szóval. Hát Na jó. Ez nekem mindig, mindig nagyon szomorú. És hát ugye van, van egy másik halálesetünk, ez az amerikai úriember, aki egy smoke, mountain, vagy. Smoky. Mondom, Csár. Smoky, szerintem Smoky Mounting. Most rá, rákerestem a, a, a neten erre a módra. Ugye ez egy meha mód volt. Nyilván nem a, a mod a hibás. Tehát ezt azért így szeretném kielenteni, hogy egy, egy ilyen, ilyen esetben, amikor valaki mechanikus módot használ, egy az alapvető ö, ö, fizikai törvényekkel nem árt tisztába lenni, ami egy ilyen készülékre vonatkozik. És ezt milliószor és millió helyen ö, elérhető, leírták, leírtuk, elmondták, elmondtuk mi is. Ö, az a tűzzel játszik baromira nem mindegy, mekkorát teker bele, iszonyúan nem mindegy, milyen állapotú a kazánja, milyen állapotú a módja. Akár, akár mekkora terhelésű modot is gyárt valaki, és ezt Charlie szerintem te még jobban tudt, te már azért terveztél ilyet, akár mekkora terhelésű modot is gyárt valaki, ott előbb-utóbb kopnak alkatrészek, Bekerülhet valami a módba, ami nem odavaló, csokoládépapírtól kezdve a szarakumlátorig bezárólag minden acenterpin félre, mert hihetetlen módon figyelni kell Ez olyan, mint egy fegyver, és az is, mint ahogy látjuk. Azt ne felejtsük el hozzátenni, hogy ez ha már a gyilkos módnál kijelentetted, vagy mondtad, akkor igen, jól mondtad, ez kb. olyan nyira gyilkos egy eszköz, aminek nincsen sem tudata, sem akarata, mint mondjuk egy ez a divat tudod, ölt a harci kutya. Hát, igen. miért ölt? Igen. Azért, mert a gazdája nem tudta megnevelni, és a többi, és a többi. Na, ez is pont olyan, a legszomorúbb, félelmetesebb, hívjuk bárhogy is, hogy ö, eltekintve ettől, hogy aki mondjuk ilyet használ, ezek a newbiek, akik azt se tudják, hogy mi fán terem, ugye egy dolgot nem mondtál te sem most a, a, a készüléknél, hogy így, hogy úgy, meg az elfárad, meg amaz elfárad, és a legfontosabb, és rendszeresen piszkos lesz. Igen. És ugye ezt kifelejtettük a mondandóból most, de hát a legnagyobb ellensége, a meha modnak, az oxidáció mondjuk egy szép részcsőnél, ami hú de jól vezeti az elektromosságot, az oxidáció, meg a zseppiszok, meg a por, mert ez az, amitől megnő a készülék belső ellenállása, és sokan szeretik hangsúlyozni, meg számolgatni, hogy, hogy az aksin föl van töltve 4-2-re, a kazánon meg van tekerve 0,12527-re, akkor az Annyi áram, erősség, mit? És akkor itt tudod, papíron kiszámolja. Aha. Mi van a készülék belső ellenállásával? Milyen belső ellenállásával? Hát, az, az micsoda? Az Én azt akartam mondani. És mivel mérted az ellenállást? Megnézted meg a... mekkora a belső ellenállást? Igen, tudod, ez a, ez a... Szerinted mi a franc a meleg a kezednél, a kapcsolónál? Hmm, hát, melegszik. Igen. És a meleg az micsoda? Energia. És az energia honnan jön? Tehát még egyelőre nem találtuk föl a fúziós energiát ilyen szinten, hogy a kezünkkel tudnánk fölmelegíteni a modott csövet anyám kínját. Igen, az az átfolyó áram, és a saját belső, a belső. És szegény kéim azt hiszik, hogy, hogy a kazánnak annyi az ellenállása. Nem. A esetek többségében nagyobb az ellenállása egy retkes modnak, mint magának a nagyon szuperül megtekert vaslerakatnak a tetején, aztán csodálkoznak, hogy lomha, lassú, melegszik, beégett a kapcsoló, összeesett a rugó. Mondott erre a mi kedvenc kócos barátunk egy ideillő dolgot, hogy hogy is van? Igen, meha a profiknak, elektromos a buziknak. <laughs> És Csináljuk azt, akkor, vezessük tovább. Akkor, az én, egyenletét. akkor én buzi vagyok, mert most Igen, én elektromos Igen, Ezt akartam mondani, vezessük tovább a kócos egyenletét. Legyen az, hogy hogy meha a profiknak, minden többi embernek, aki nem érzi magát profinak, az használjon elektromos. De csak nem ezzel van a baj, azzal van a baj, hogy itt mindenki profinak érzi magát. Profinak is. Emlékszem még szegény, szép emlékű, úristen, bár csak minden profilja lenne, szegény, szép emlékű uh, pancsóvíjára. Kettőt hogy... kérdezett. Kettőt kérdeztem és profilettem. Szerintem ma már ott tartunk, hogy egyet kérdeztem és profilettem. Nem, nem. De ma ott tartunk, hogy olvastam egy órát és profilettem. Igen. De egyébként ezt azért mondom, és nagyon jó, hogy fölmerült, mert ugye abban a csoportban, amit mondtam neked az LCG akciók csoportban, kitettem egy, rá akarok kattintani, hogy teljesen autentikus legyek. Kitettem egy, félve-félve, kitettem egy vigad modot is, ugye full csőmeha, cső, meha, oda is írtam, hogy óvatosan 18-as karika, de van egy nagyon-nagyon szimpatikus kis cucc, nem tudom, látta, de a Lost Vape-nek a Furien, vagy Furien, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, öm, ö, Squonker, Meha, Réz, és ez a pisi plexiszerű valami, és megy 18 650 től 21700-ig elég sokféle Na, hát elég sokféle három méretkódú aksival megy, na mindegy, nem is az a lényeg, 65-90. Igen, igen, igen. 9 milli Látom, a 3 há f ben láttam. Aha, uh. és uh, tényleg úgy olvasom föl, ahogy vannak, hogy mindenki vonja le a konzekvenciákat. A csoportba bejött utána kicsivel egy, uh, legyen férfi, legyen nő, nem áruljuk el, be kell menni a csoportba és megnézni. Ö, azt mondja, hogy ez durva 9 ml, lehet erre kéne pályáznom. Mi kell hozzá? Remélem segítetek. Az is érdekelne, milyen vele az íz. Írjatok! Válaszoltam rá sajnos. Mire gondolsz, hogy mi ne. kell hozzá? Egy bottom feeder kazán. Mivel preorder, ezért még nincs kézben. Meha, szóval olyan, amilyet teker rá az ember. Válaszolt az úriember, Köszi a választ. Lehet, hogy jobb, mint a Reo Grand Magyarországon kapható-e? Reo Grandhoz hasonló. Tehát tudod, itt behúzott neki a relé. Reo Grandhoz hasonló? 5-10 is rámegy, ugye? BF Kazán nekem nem mond semmit. Vagy a vattás jobb? Vattásom még nem volt. Most jelenleg szivarkázok minikészülékekkel. Nem minikészülékkel. Nem elektromos. Olyan kell, ami csudi jó. Mennyi is az aksia? Mert láttam 5000 milliamper is. Új-új. Öh, melyik részénél kezdtél el szédülni? Te én már a. a, tehát a én, én a, a Reuig azt gondoltam, hogy tudja, hogy miről beszél. Igen, ez a, ez a lustaság level egy millió, tehát egy link van ott. 5-10 is megy, ugye? 5-10? Mi 5-10? Tudod, ez a. Ah, igen. Még Igen, egyik. rá. BF kazán nekem nem mond semmit. Szomorú. Na itt. Akkor itt menjünk a, itt tovább. A És én itt mentem volna tovább. Vattás jobb. Oké, okay, ülj le egyes. Vattásom még nem volt. Tényleg nem kell neked. Most jelenleg szivarkázok. Jó, hogy abba akarod hagyni, csak ne ezzel. Ezt most csak fejbe mondom, már nem mertem válaszolni, mert tényleg aztán. Aztán eljött, hiszi, hogy neki ilyen kell. Azt mondja, olyan kell, ami csudi jó. A jó az J-O-H. Jó, ja, jó. Ja, csudi jó. Ja. Érted? Mennyi is az aksia? Hát nincs benne beépített aksi. Bakker. Láttam, 5000 mA is. Ó, jaj. Fú. Igen. Sőt, tegyél rá egy Xiaomi powerbankot, az meg, és az lehet 16000 mA óra is. Szóval és... igen, tényleg ezekkel óvatosan kéne. Láttam gépkocsi akkumulátor is. Igen. Emlékszer rá. Hú, a... <laughs> igen, na, ő volt annak az évnek a Darwinja. Szóval igen, megtévesztő, hogy jól néz ki, megtévesztő, hogy 9 milli. És akkor mi a bánatos Tarka harci fasz van. A mostani ö, mi az anyámat? Hellfire. -t? naponta négyszer-ötször töltöm. Mondjuk, jó, az is azt hiszem 8 vagy 8 és fél milli. De mi van, ha 9? Mi van, ha 5? Többször töltöd, basszus. Aztán ennyi. Tehát nehogy az alapján válasszak már, tehát ne ez legyen a prioritás, lehet ez is. Csak hogyha valaki nem tudja, hogy mi az a BF, akkor, akkor nagyon sürgősen azt kell mondania neki, hogy akkor nézek valami mást. De nem. Érted? Tehát úgy választ, hogy jól, sok, sok férjen bele, meg jó legyen az íze. Mondjuk a másik kedvencem a pénz nem számít, mondjál valami nagyon kulákot. És mondok valami nagyon kulákot, ó, bazd meg, hát ilyen 40 ezeren van maximum. Ja, hát akkor az nem kulák. 40 ezeré megnézheted az Andor gyűjteményét. Hát, ha Andor is otthon van. Ha Andor is otthon van, igen. Na, szóval vigyázni kéne azért az ilyenekkel, nem ész nélkül, csak nem, nem tudok hány 18-as karikát oda rakni egyébként a, az ilyenekre, is. megint bebizonyosodott, hogy nem gondolkozunk. Onda is írtam a vígathoz is. Nem a kezdők játékszere. 18-as karika, meha, ó, az édes Istenem, hát gondolkozzatok már. Fifika, annyira nem, nem akarnak gondolkozni, hogy ö, írt a kínai, hogy ö, nincsenek állandó kuponok, de szóljak, ha valami, valami úgy néz ki, hogy na, ez most jó lenne, és akkor ő intéz hozzá kupont. Hirtelen felindulásból úgy gondoltam, hogy gyerekeket hát ne én döntsem már el, legyünk kicsit közösségiek, és kiraktam egy szavazást. Három terméket a gyorsan beleraktam az oldalról, hogy srácok, mi legyen, mit szeretnétek, kérek rá kupont. Ha nincs itt a listában, írjátok hozzá. Ne kommentben, írjátok hozzá. Mi történik, Fifika? Próbáld meg, vizionáld. Biztos nem az, amit leírta. Ö, jól gondolod, tehát bemásoltam három darab modot, és elkezdtek a három modra szavazni. Vissza kapcsoltam a hozzászólásokat, hogy elolvastátok, vagy tényleg mindenki ebből a háromból tud csak választani, mikor a gírbeztem van több száz. Mi lett a következő? Elkezdték kommentbe linkelgetni. Jó, oké gyerekek, ennyi volt már a Bezárta a bazár, kitöröltem a posztot, nincs értelme fifika. Egy apró momentum kéne csak gondolkozás, értő olvasás nem megy. Hát akkor a fasznak erőltessem magamat. Akkor Közben majd én így végignéztem a Közben én így végignéztem ezt a a, a... mi ez a smoke e egy a smoke E egy modokat, és tudod, mi tűnt föl? De nézd meg te is! Hmm. Nincsen rajta, nincsen rajta gázelvezető lyuk. Bocsánat, én addig nem is jutottam, megláttam, hogy részcső. Azt ott már kaptam is a fejemhez igazándiból. De... Hát, ha, ha megnézed, nincs rajta gázelvezető Én most már a 20. képet nézem a 20 állásból rajta, és nincs gázelvezető lyuk. Mm, én a videót nézem, és igen, nem volt semmi alul, de... Jó, hát most erre tényleg mit mondjak, Fifika? Tudod, mikor használtunk meg a modot? Ezelőtt öt évvel. De már akkor és, is ez, és ez és volt, ez... Hogy, hogy hogy óvatosan... És ez, egy, ez egy drága mód, tehát ilyen 290 dollár környékén Jó, hát azért az nem drága, tehát egy kalavéra is. Volt ennyi pláne dobozban, még több is, de... És hogy vissza, visszakanyarodjunk a, a cikkhez, ugye becsoktam becsuktam azt a fantasztikus cikket az indexről, hát, hogy aki nem olvasta volna, és, mint az előbbi megállapítása, nem is kattintja meg a linket, azért elmondom neki, tehát egy 38 éves mókus Floridában lakástűzhöz hívták a Szent Petersburgi tűzoltókat, és megállapította a halott kém, hogy a férfi halálát a szájában felrobbant. E cigaretta okozta. Hát ez sem igaz így, mert te sem szoktad így ö -ö -ö torokra venni az elektromos cigarettádat, hanem a kazánodnak a drip tipjét, de ne várjuk el, hogy sokkal, sokkal jobban hangzik így. Na, az ágyban dohányzott, meghalt hírek új generáció kezdődött el ezzel az esettel egyébként. A férfi szájában felrobbanó elektromos szerkezet, na, ez már nem elektronikus cigaretta, elektromos szerkezet. Két darabja az áldozat koponyájába fúródott, azonnal megölve őt. És akkor lehet azt mondani egyébként, hogy mi rémi híreket keltünk meg, hogy ö, ö, sajnáljuk mástól a mehát, meg sajnáljuk mástól a nem sajnálunk mi semmit. Csak ö, ha valakinek mondjuk épp nem a koponyájába fúródik, hanem a fülét így leviszi a repesz, akkor utána ne panaszkodjon, hanem vonuljon el a sarokba öltse meg a saját fülét, szerintem, és, és várjon, amíg meggyógyul, és aztán menjen ki az utcára. Senkit nem hibáztatva. A cikk kitér arra is természetesen, hogy a szétfröcskölő aromás olaj lángra kapott és tüzet okozott a hálószobában. Ebben, ebben egyébként abszolút igazuk van. Miben? Tehát a likvid, ha meggyújtod, főleg egy magas glicerin tartalmú likvid, bizonyos hőfok után iszonyatosan jól tud égni. De Fifika, ugye te is érzed, hogy itt valami hibázik. A szétfröcskölő a romás olaj. Ma, Jó, már, hát, már, most, hogy olaj. Figyelj, szerintem az eredeti cikket is szarul írták meg, és még szarul is fordítottak. Persze, persze. Tehát <laughs> igen, csak ugye, mivel állnak <laughs> ilyen hemp, meg anyám kínja tudja, milyen, milyen kannabioid származékokat elcigim, tehát lehet, hogy lehet, hogy olyan olaj, tököm se tudja. Én még mindig nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy... Azt nem gondolnám, Charlie, hogy egy olyat szívott egy mehamodon. Én akkor sem tudom elképzelni, hogy valami fölrobban, és akkor, és akkor, tehát ez azért, lássuk be, nem benzin gőz. Ha mehamodon szívt, akkor Leginkább szerintem dripper volt, tehát a wattába volt körülbelül. Legyünk vastagok. Kettő és fél milli. Mindegy, ezt nem tudhatjuk. Na de ilyenekre számítson az ember. Tehát azt viszont aláírom, hogy na, igen, azt viszont aláírom, hogy, hogy szerencsétlen baleset volt, és a koponyájába fúródott két darab Réz darab a csőből. Vagy a kazámból tök mindegy. Ez az a a Kazámból, mert, mert hogy az, az, az volt. Hát, a... Lehet, hogy lelőtte A, a, a rakéta tetején. Emlékszem mert... arra a videóra, amikor valami ecigi boltban történt meg ugyanez, és a srácnak a szájpadlását ütötte át. Meg, meg valamilyen most, menyezetbe is beleállt? Én most osztottam meg, múlt héten talán, de szerintem mindenhol, ahova hozzáférésem volt, egy ilyen biztonsági kamera videót. Amikor de a a prób? prób nem próbálgatja a mehamodot, és az pont a szájánál robbant föl. Hell yeah. Egyszer beleszívott, ö, megnézi, Ö, nyom, nyom, rajta kettőt, a szájához vesz, és akkor robban benne az aksi. Voltak itt valahol nagyon okosok valamelyik csoportban, hogy gyerekek egy aksi 60 fokot bír, tehát ezt így kijelentették, 60 fokot bír, na az meg, igen, mert egy fejből tudod, hogy melyik aksi épp milyen vastag dielektrikuma nem attól, fel egy akkumulátor. Nem is azt, hanem, hogy meg egyébként hol van neki a hőmegfutása. <coughs> Mert ezt úgy ki lehet jelenteni, ez úgy, mint hogy laptopnál, hogy ugyanolyan erős a te pc mint a én mekem, ugyanolyan az én almám, mint a te xiaomi mert telefon, tudod? De nem lehet ilyet. És megint csak oda ki, ha nem tudod, hogy mi ez, vagy mi az, vagy mi amaz, ha nem tudod, mi az, hogy BF, ha nem tudod, mi az, hogy MEHA, ha nem tudod, mi az, hogy 5000 milliampere órát tárolni egy hüvelykúnyi valamibe, ami persze nincs is igazából ilyen, tehát 5000 millió bár ráírok tizet, akkor Igen. nem baj, nem baj, de mert van neked alternatíva, csak nem ez. És itt biztos, hogy az volt a baj, amire most te is rávilágítottál. Nem volt gázelvezető. valamerre annak távoznia kellett. Hát, így távozott bassza meg. Elég szerencsétlenül. Rakéta lett belőle konkrétan. Igen. <coughs> Tudod, ha nagyon morbid lennék, akkor most azt kéne mondani, hogy nem a kezedben, hanem a szádban robban. A szádban robban, nem a kezedben. Igen. Úristen. Na, ha már itt tartunk a, a mehamodoknál, volt a héten egy megbeszélésem a, a Dwarf gyártójával, nevet nem mondunk, mert aki tudja, az úgy is tudja, aki meg nem tudja, az ne tőlem tudja meg. Meg annak kiadunk. nem mindegy, de... Meg, meg teljesen mindegy. És kicsit beszéljünk. Várjál, várjál, ez így nem lesz jó, Fifika, állj meg! Igen? Beszéltem a Dvarv gyártójával, a történetben legyen a neve Géza. G <laughs> igen. Hívjuk... Hívjuk uh, szimpatikusan csak Gézának. Jó lesz így. Vagy, vagy uh, rejtő klasszikus? Troppauer Hümér. Tropauer Hümér, igen. Azt a Hümérrel beszélgettem, és uh, ha, már, ha már beszélgettem vele, akkor uh, megkérdeztem tőle, hogy uh, mit szól ehhez a hirtelen jött népszerűséghez, ami a a kínai gyártókat illeti, és beszélgettünk egy kicsit erről az egész kérdéskörről, mert én azt gondolom, és, és ebben szinte biztos vagyok, hogy itt szinte már azt kell, hogy mondjam, hogy ezek ilyen társadalmi szintű problémák. Tehát ha, ha emlékszel rá, annak idején az ember büszke volt arra, hogy valaki magyar csinál valamit, amit egyébként Kínában, Európában, nem tudom én, akárhol csinálnak mások, de hogy van egy magyar gyártó, aki képes erre. Is. És én, ha jól emlékszem, és így kutakodok, így a nyolc évvel ezelőtti emlékeim között, akkor volt nekünk egy pink. Igen. Szerintem te már annak a, a jók közép történeténél kapcsolódhattál be, én még valahol ott az elején amikor még ilyen nagyon rejtve és nagyon a fű alatt lehetett tudni, hogy van, van, egy ilyen kazán, vagy kazán, van egy ilyen termék, hogy NGP, és csak mindenki nézett ki a fejébe, úristen, hát akkor még ilyen tényleg cigaretta formájú készülékekkel, és talán az ego volt a legerősebb cucca, 650-es ego, ami létezett a piacon. És ez egy nagyon innovatív termék volt, alumíniumház, ami könnyű, egyébként érintő kapcsoló, tehát előtte, meg azóta se sűrűn találkozik az ember egy kvázi mechanikus készüléken, érintő kapcsolóval. Tehát tényleg sok innovációt tartalmazott. És aztán szépen így sorakoztak be a sorba a magyar innovációk, a kuzi, akkor a, a Niko, és hát ugye Stuka. jött az Origen, amelyik talán a legsikeresebb volt az egész, az OG-moc. Akkor, és aztán a végén ugye jöttek a, a Dwarvok, illetve ugye a... a azt már látod, nem tudom, hogy az oszi gondozásában a, kuzi kuzinak mi lett a kazánnak a neve. Hát a Perszó, vagy nem per, arra van A Perszó kettő talán. Igen, a v2. Jó, tehát hogy azért, na, magyarok megmutatták, hogy azért tudnak innovációban jót is csinálni, és és összetudják rakni tényleg azt a tudást, amit addig elértünk. És uh, például én a, a mondjuk őt meg nevezzük Tihamérnak az origen gyártójával is beszélgettem uh, ilyen témában, és ő megmondta, hogy hogy egyszerűen a finnyogás és a és a, a a szarkommunikáció, a, a nem megfelelő, nem is tudom, én ezt nem mondanám tiszteletnek, csak hogy, hogy egyszerűen egy, egy gyártóval, ha felveszed a kapcsolatot, akkor ne azzal kezd, hogy elküldöd az anyjába, hanem hogyha valami nem tetszik esetleg, akkor azt kulturált módon megírjátok. hogy ő az egész magyar piacot ilyen szempontból elengedte. Nem, egyszerűen nem akart vele foglalkozni, és inkább külföld, tehát ugye akkor állt elő az a borzasztó helyzet, hogy Németországból vagy Amerikából kellett uh, origent rendelni, mert Magyarországról sehonnan uh, nem tudtál. És és így kezdem megérteni, tehát ezek után, amik uh, itt lezajlódtak már, akár az origen kapcsán, ugye, annak is minden készülékét megklónozták a kínaiak. Most a Dvar, uh, ami szintén mindenféle formába. Most már azt hiszem négy vagy öt gyártó van a kínai piacon, aki különböző szinten klónozza a Dwarvot. Az, az egész közösség hozzáállása ehhez az egész sztorihoz, az engem egy picit fölháborít. És, egy, és, és nem is tudom, elkeserít. Ne várj már tőlem, te vén buzi, hogy megveszem az eredetit mikor a klón is ugyanolyan jó, meg különben is, majd lesz jobb, ha meg azt akarja, hogy ne legyen klón, adja ócsóbért, mert látod, ennyiért is meg lehet csinálni. Na. Igen, igen, baszki, csak egy CNC eh, eszterga eh, vagy marógép eh, kezelője az eh, így mondjuk bérköltséggel együtt fél millió forint. Tehát, hogy, hogy én tényleg mindenkit abszolút megértek, aki, aki azt mondja, de, de pont a Dwarf kapcsán nem értem meg, ezt, ezt azért valljuk be. Hogy van egy, egy, egy olcsónak számító uh, mod, vagy kazán. kazán, kazán, bocsánat, tehát van egy aránylag olcsó, 20 ezer forint azért nem a világ vége. Tehát van egy aránylag olcsónak számító kazán, ami három-négy évig tökéletesen ki fogja szolgálni, a, azt a jó embert, és egyébként a kínai szarokat meg, meg havonta cserélgetik. Mert, mert már, mit, mit látsz a, a Facebook csoportokba? Most vettem, kipróbáltam, egy hónapos, két hónapos, és adják el. És tudod, ő is megveszi, az a világ legjobbja, amikor megvette, használja két hetet, eladja, és aztán finnyog rajta. És, és ez megy, mert 3000 forintén megteheti. És mindig uh, inkvi szavai jutnak az eszembe, hogy azért kell drága modot venni, hogy ne bassz ki a kukába, hanem tanuld meg tekerni, meg használni. <laughs> és ebben abszolút uh, igazat adok neki. És ha valakinek nincs annyi esze, hogy végig gondolja, hogy mennyibe kerül a fejlesztés, mennyibe kerül a, a, az anyagköltség, mennyibe kerül a munkadíj, mennyibe kerül a céget eltartani, és ennek csak egy pici részét szét kell osztani a, mit tudom is én, ezer darab kazán között, ami egy hét alatt elkészül, akkor ő is rá fog jönni, hogy mondjuk, mit tudom én, 13-14 ezer forint alatt nem jön ki a nyers költsége, és akkor még a kereskedőnek oda kell adni, ugye, valamennyi, és még a kereskedőnek rá kell tennie a, a saját hasznát. Tehát én ezeket az embereket imádom, főleg amikor így, így beszólogatnak, hogy, hogy a kínai legalább annyi gyártja, amennyi bekerül, meg izé. De hogy annyi gyártja, a kínainak már semmi dolga nincs, az meg csak betenni egy 3D-s másolóba, levenni a méreteket, azt izé kireszelgetni ezer darab kínainak 5 dolláré egy éjszakára. Tehát miről beszélünk? Nem, nem beszélve arról, hogy se az anyagminőség, se a gyártási tisztaság, se a gyártási minőség a közelében nincs az eredetinek egyébként. Tehát lehet, hogy úgy néz ki, csak nem az. Érted? nem mint ahogy az elején minden fém rozsdamentesnek tűnik, aztán kiderül két hónap múlva, hogy dik, ez rosdásodik. Ja, és akkor hát az a szigetelő nem is pik ami alatta van, hanem valami ótvar műanyag, ami aztán majd egyszer ö, bele fog kerülni a likvidetbe, jó, beleolvad, meg, meg, majd zárlatos lesz, meg nem tudom én mit. Tehát, hogy az nem fog neked három évig. Működni. Az a baj, hogy ezt azért gondoljuk így, mert mi, hülyék mert hülyék, mi hülyék vagyunk, igen, de, de az egyik az, hogy el fogja venni így a, az ember a kedvét annak a gyártónak, akinek a termékét lemásolják, és ő megveszi az olcsó szart, ez az egyik. A másik, hát igen, sok véleményem van ezzel kapcsolatban. A másik, hogy az, aki megrendeli, mennyi egy ilyen klón, nem tudom, 5000, hát ilyen 10 dollár, meg 12. 10. Jel, Jó, meg akkor legyen mondjuk ilyen. 3000 forint, megveszi 3000ért, illetve megvesz 3 vagy négyet, hogy neki visszajöjjön a saját 3000-re, mert ez azonnal itt van, ez tőlem rendelt. Igen. Oké. Okay. Aztán, aztán ott van, hogy az amit Fifika, tudod, hogy nekem mindig vannak hullámaim, már nem olyan hullámok, hőhullámok, hanem hogy most Majd be az kell ruháznom egy új modra, legyen kulák, még egyre legyen kulák. Múlt évben volt ilyen kulákosítás megint, de nem tudom neked megmondani és nem azért, mert vannak nálam béta tesztek, teszterek, bocsánat, hanem azért, mert kiszolgál az a technika, ami van. A GT3, nem tudom, hol van, basz meg. Az Origin 1922, az Origin Tiny, a Origennek a BF kiskazánya, a 16 milis, a dvarvokból szinte a teljes széria, a felújítható, tehát ez a cserélhető betéteseket nem használom, de Anyukám előszeretettel pöfékeli, hogyha itt van nálam. Tehát használok a mindennapok során négy kazánt. Évek óta. Nem többet, mert fasznak. Tehát ismerek olyan gyereket, a történetben legyen a neve, olyat keresek, aki nincs. Mi? Legyen edömér. legyen edömér. Ismerek olyan gyereket, akinek gyönyörű készlete van, és ott van a, az vitri mögött, és hogy Charlie, nem veszed meg ezt a kazán? Már ezer éve nem használtam, meg, meg tökre exkluzív, mert ilyen színben nincs, ilyen szatén arany színbe de neked eladom. Ha ah, nézzük már, meg megnézem, szét, de tekert szétlikvid van még benne. De mikor használtad utoljára? Nem tudom, egy éve, két év, tehát hogy tudod, ez a, megtekerem, mm -hmm. ott a likvid, de nem használom. Hát, annak kurva sok értelme van. Ez a, azért azért rendelek, és amit már mondtunk valaki másnál is múltkor, hogy berendez folyamatosan valami a postán van. Mindig van ilyen flow, tudod, négy-öt kazán a postán. Csak két havi kazánod árát összerakod, és akkor vastagon-vastagon megvan egy eredeti magyar. És ez is, hogy amíg egy amerikai azt mondja, hogy Proudly made by... Büszkén, büszkén használja. igen, igen. azt hasz a termék, nem veszek, nézd a sziltímet. Vannak alapvető tézisek. És mondja ott a fiatal srácnak a nevét. Amerikai autót vegyél, és tovább nem is megyek, tehát amerikai vagy, olyat vegyél, magyar vagy, készül itthon magyar kazán, igen. És jó, igen. És többféle készül tehát MTL igen, DL, igen, felújítható, igen, cserélhető, igen. Talán megtalálod belőle, ami neked megfelel. Igen. Akkor miért ezt veszed az eredeti helyet már hogy miért a szart. Ne vegyél az meg egy hónapig, szívd a négy szart, azt utána tedd félre, és lesz egy eredetid. És nem azért jó, mert jó, tudod, mint az üvegtigrisbe. Mikor volt egy varburgom, azt eladtam. Azt vettem belőle biciklit, meg kotát, Ami meg azért jó, mert jó. Na, szóval ezt kéne megérteni, hogy mindent azonnal vedd meg tőlem a kínai klónt, ami egyébként szar, bárki bármit is mond, és a legszebb az egészben, hogy Megkér, nem mondok számokat, de megkértem a kis kínai összekötőt, hogy a gírvesztes tudod, ezek a, hogy mondják, ezek a marketingesek, akik mindig irogatnak nekem, hogy mi van, hogy van, mi legyen akciós. Mondtam neki, hogy egy fan fact, kedves akár kicsoda. Az, amit olyan boldogan árultak ott, és hála Isten, hogy nem kértél meg, hogy ezt tegyem ki, de annak a gyártója bizony hát mondjuk azt, hogy a barátom, és ő nem annyira vidám ettől az egésztől. Annyit megtennél nekem, hogy ennek, meg ennek, meg ennek, meg ennek, meg ennek a terméknek. Nem kell csak úgy nagyságrendileg, hogy Magyarországra, hiszen le tudod szűrni, Magyarországra mennyit értékesítettek belőle. És hogyan, hogyan? Hát, fifika, érezhető az meg. És ez a durva. Érezhető a mennyiség. És nem ám így, hogy tudod, kipróbálom aztán, mert mindenki ezzel most olyan jót akar húzni, ez a kipróbálom, ha jó, megveszem. Jó, lehet, hogy 10-ből 6 ezt csinálják, vagy 5 nem tudom. De hogy a kipróbálom is megveszem, akkor nem vesz full szettet. Mert mondta a csaj, hogy olyan rendelések vannak, hogy bejött a készülék, meg hozzá a TPD kompatibilis, 2 millis levegőcsőpalástal, meg ugyanebből az Ultem verzió, meg a nagyobbikból az Ultem palást, meg még egy plusz, meg még egy ez, meg még egy az. És 5-6 cucc ugyanabból a klónból, hogy össze tudja legózni a szettjét. Így, csomagba, az egész. Hát az, az, meg. Az annyiba kijön, mint egy fullos kazánnak a fele. De azt veszük le... meg, mert olcsó. A legdurvább, szöveg... a legdurvább szöveget Facebookon olvastam, de... <coughs> nyilván nem szó szerint idézem, de de ez volt a... A... az értelme. <coughs> Megvettem a, a Dwarf kínai klónt. Ez szerintem a legjobb, amit eddig láttam. Jobb, mint az eredeti. Öt perc alatt rendbe tettem a sorjákat és a, a középső tömítőgyűrőnél csak egy cérna szállat kell alátekerni, és tökéletes. Igen, meccs. akkor én megengedett, hogy mondjam, hogy mit nem kell az eredetinél csinálni? Nem kell Se a sóriát lesz És nem kell cérna szállat alá tenni. És hát egyébként a, aki, tehát tudom, és ettől függetlenül mindenkinek azt javaslom, hogy takarítsd el a kazánodat, ha megveszed, de tudom, hogy ahogy lejön a gyártósorról, abba az olaj és mindenféle baktérium zabáló folyadékba kerül bele Egy minden egyes van. kazán, minden egyes alkatrésze. Na, hát ezt biztos megcsinálja a kínai is. Kínai is, igen, igen. Hmm. Ennyit a minőségről. És valóban, az van, amit Todd is mondott. Jó ez, jó ez, csak, csak azért, mert olcsó, ezért olyan olcsó hatást kelt. Okay. Mondta ezt a tod, érted? Igen. És magyar, tehát hogy, hogy a a a nemzeti öntudatunk a békasegge alatt van vaperként is, nem csak állampolgárként és és szavazó emberként is az már teljesen biztos. És hogy hogy a todnak ez olcsó ez nem jelenti azt, hogy a magyar nem veszi meg a kínai klónt három ér, Érted? Igen. Tehát... Úristen. Szóval, na, ő se vidám tőle, azt mondja, hogy egyébként még még nem lát, de tudja, hogy nyilván előbb-utóbb látszódni fog a, a forgalmon. És hát. Ezért megmondom neked, hogy ez miért ártalmas egyébként. Mert addig jó, amíg most az van, hogy én megveszem az eredetit, én megveszem a klónt. Fél év múlva, mikor valaki fölrakja eladásra a Igen. szarját, akkor az első vevő még talán tudni fogja, a második már nem. És akkor, ha valami szar, akkor mi szar? A dvarv. Nem a klóndvarv, a dvarv. Ez a baj. Egyrészt, másrészt meg tuti, hogy gazdát fog cserélni egy pár kínai klón eredetinek átszázva. Tehát... Én igazából, ez csak most merül fel ötletként, hogy, hogy ott van mondjuk a ott van mondjuk az armor, amihez nem adnak ilyen authenticity cardot, meg anyám kínját, hanem egy egyedileg nyomtatott B-faszon tudja, hanyas borítékban küldik, tehát a nagy fedexes csomagban van egy boríték, rajta az armor logó, armor 1.0, 2.0, pont, akárhány, de azt igazából nem éri meg hamisítani senkinek, és mindenki így rakja föl eladni. Fölrakja a... Nekem is el van rakva a boríték, arra rárakja a kazánt, gyereket, igazoló, igazoló Vagy ott van a... Ott van a... Ott van a melyiket akartam mondani, bazd meg. Én például azt csináltam volna a gyártó értékesítő helyében, mit tudom is én, hogy nekem, én csináltattam annó ilyen A5-ös layoutot, azt kinyomtattam nyomdával 200 darabot, volt egy száraz bélyegzőm, azt is csináltam, ez nem csak a ügyvédnek lehet száraz lehet bárkinek, bárkinek lehet. száraz bélyegzője. Aki, aki Azt hiszem valami lehet. bődületes 12 ezer forint volt, és vettem, lehetett kapni ezt a ilyen aranyszínű, cakkozott szélű matrica. Rárakod a papírra, aláírod, ez a faszom, izé 157 a becs 2-ből, száraz lenyomod a pecsét helyét, azt az aranyszínű izét, azt nem lehet levenni róla, Rajta van egy egyedi logó. Van a kazánhoz ilyen van. És az az egész, ha leosztom a, a nyomdaköltséget, meg a végzet, akkor mi darabjára még rárak száz forintot. Viszont ezzel lehet, hogy az ilyeneket ki lehetett volna, vagy lehetne kerülni, lehet, hogy még most sem lenne késő. Mert ez, ez így tényleg káosz lesz a, a végén, hogy mit van, eredeti klón, honnan tudod, hogy klón? Honnan tudod, hogy eredeti? Ugyanúgy, mint a tájfunna, hogy a végén kurva jó klónok jöttek megmondom neked szemre, akkor is megmondtam, hogy igen, itt nem olyan a megmunkáló gép. Lehet, hogy az új kazánnál is megmondanám a darvnál, de aki meg megveszi, azt, azt a látja és elpostázzák neki, az nem látja. És utána az lesz, hogy ó, szarad Igen. Ez, a, ez, ez azért így bosszantó. Épp, egyébként én GSC, tehát én még mindig azt a Typhoon GS-t szívom, amit Londonba is három évvel ezelőtt, és amit több mint négy évvel ezelőtt, és akkor tudom, hogy nagyon szívtam a fogam, 38 ezer forintot adtam egy, egy Typhoon GS-ért, és, és még azóta is van. bármán kínai a palástja, kínai a két középső leszorító csavar, de, de, de még mindig, tehát az, az alapjaiban ez még az eredeti uh, tájfun, és még mindig imádom, és nagyon jó ízei vannak, és na. Tudod, mit láttam épp minap a kulákban, kulákbőrzében? Typhoon GS2, 35 ezer forint. Csak hogy kimondtad te is az összeget, 38-ér vetted. Igen, igen. Uh, azt hiszem, hogy valahol a hát nem tudom a régebbi mennyi volt a GT, G, vagy a GT, bocsánat a GT2 volt 35 azt hiszem talán ilyen 38-40-42 környékén jártak ezek és most 35 ér elviszik na de érdekes, mi? tehát ez pont ugyanolyan mint a laptop cimborám a, a fullos uh, MacBook Pro-t ami 1, 000, 250 volt azt három évesen eladta 580 ezer forintért. Mutasd még egy számítógépet, amit három évesen el tudsz adni annyiért. Nincs több kérdésem. Tehát lehet itt jönni a klónokkal, meg az anyám picsája kínjával. Tudod mit? Most aki azt mondja, hogy a már pedig a klón az, tudod mit? Menjél fel a fasztakra, menjél fel a gírbeszre, menjél fel anyám kínja tudja milyen oldalra, kínaira. Neved meg, csak tedd be a kosárba, vagy lájkold like be, vagy kedvenceld vagy mit tudom is én, hogy hívják ezt, és fél év múlva nézd meg, hogy elérhető-e még az a gyártó, és elérhető-e még az a mod. Múltkor megcsináltam most, valamiért fölmentem meg infasztekre, talán ilyen szilikon szilikonpalackot néztem, és mondom, megnézem már a kedvenceket, és klónkazánok, ilyen kazánok, olyan készülékek, diszkantinjú, 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 diszkantinjú. Na! Azért hagyták abba, mert jól ment? Hm, szerinted? Nem. Na, hát akkor ennyit erről. Igen, és én nekem még volt szerencsém ilyen uh, készülékeket vagy kazánokat szívni inkvi jó voltából, mint a, az ős kájfunok. Tehát még a kájfun V3 előtti szériák, amik tényleg iszonyatosan keményen trükközősök voltak, és paromira nem volt mindegy, hogy hogy tekerted, de iszonyatosan jó ízük volt, és, és szóval, na, ezek, és azt a kazánt szerintem most is el lehetne közel abban az árban adni, mint amennyire akkor vetted. Sőt, láttam Sőt. már olyat a, a csoportokban, aki GT1-et keresett gt 1 Tudod? Ó, szar, szarbazd meg! Vékony a levegőzése! Szarvadtázni! Mert épp ezen kaptunk össze valami kapcsán, vagy nem vitatkoztunk, vagy gondol, inkább együtt gondolkoztunk, hogy a GT-1-ben volt a V-alakú levegőzőcső, ami így meg volt törve. Hát az úgy volt megtörve, hogy alul a levegőcső, amit láttál, az átment majdnem a másik oldalig, onnan 45 fokban visszafele a kazán báziselem közepe felé, és onnan jött fölfele egyenesen. Tehát abba volt egy ilyen varga betű, és emlékszel, hogy ott még úgy állítottad a levegőzést, hogy ilyen PTFE meg benne a fém csővel azt tudta cserélgetni. És ennyi volt és ott ö, azt hiszem egy-kettő volt a fullos, a, a DL. Igen, igen. Igen, az volt a DL. Egy 2 Egyébként, akinek ilyen, ö, ilyen ö, aki kicsit ö, nem azt mondom, hogy prémiumabb, mert nem kell feltétlenül prémiumra gondolni, ö, Kazánt szeretne, olyat, amilyet ő akar, levegőjukkal, bazd meg, már ezt kell mondani, meg. Keressen rá a NUC Engineering uh, csoportra, és csak zárt, tehát meg lehet találni. És uh, és ott olyan figura készíti, látod, hogy ez az ember ezzel foglalkozik. Kijön a gépműhelyből, olajos a keze, szürke a keze, itt van, lefényképezi, ilyen. És akkor nem egyszer, nem kétszer, azt mondja a mókus, hogy figyelj, nekem 08as levegővel kéne. Oké, okay, semmi gond, zügy, megfúrja. Azt mondja a másik, nekem egyessel kéne. Jó, Zsit, megfúrja. Amilyennek kéred, olyannal küldi. És nem, nem egy izé, nem egy aranyárban mért cucmák a dolog. Pff, ennyi. De hát persze értem én hogy egyszerűbb a kínai oldalra fölmenni pont most nézem, 18 milis, 1 milis lyuk. Hát ennyi. Nem, nem, nem egy bonyolult mérnöki műszere kell gondolni, nem egy, nem egy origen v2 drip kell gondolni, de olyanra csinálja meg neked a mókus, erre szeretnéd. Azt akkor van egy jó használható, tudod, ez a build for a lifetime, tehát ez akarok egy ilyet, megveszem, azt használom, meddig? Örök életig. Azt utána a koporsóba egy mellém lehet dobni. Ennyi. Ilyen kazánok. És ilyen a dvarvis. is. Baz meg, már ezt kell, hogy mondja. De mindegy, hát vegyük meg a klónt, abból is vegyünk minden hónapban négyet, ötöt, és mondjuk el, hogy olcsóbb. Igen, meg tulajdonképp nekem el kellett szaladnom még a, az ógyűrűshöz, mert most nem volt olyan méretű ógyűrű, de egyébként <coughs> azon se az panaszkodjon senki, hogyha utána az van, megnyúlt az ógyűrű, persze, az meg. Mert ógyűrűből is van olyan, ami ilyen vegyszernek áll ellen, van olyan, ami olyan vegyszernek áll ellen, valami megnyúlik, valami berepedezik, valami elszakad, és milyen meglepő, van, ami nem. Így van. <kül> és ami például nem reped, az a, az a a palástja. Igen. Amit, amit kevesen tudnak, hogy az nem csőből készül bakker, Igen, az töm. hanem az tömör tömbből van. Így mondjuk. Rúdból van. Rúdból. Így van. Nincs benne feszültség, nem fog megrepedni. Igaz, hogy a kínai ugyanabból a tömbő húsz ilyen palástot kihoz. Nem ilyet, hanem nyilván sokkal szarabbat, csak hogy érezzed a a minőség varázsát. De ha nem akarod érezni, akkor nyilván vegyél 3000 éklónt, és ennyi. Tehát én már ehhez nem, nem tudok se hozzátenni, se elvenni, csak mélyen szomorú vagyok, hogy, hogy a, a saját közösségünkkel ennyire ki tudunk szúrni. Hát illetve, hogy az van hülyének nézve, vagy konzumidiótának, vagy snobnak, aki ne adj uram, Isten, magyar terméket venne, kicsit drágában. Ö, ugye nem felejtjük el, hogy a fém részre örök élettartam garancia van, mert van. Ö, meg hogy most, nekem most, nekem tehát van fi, még. Kifi vagy várja Ez Váldja. az az ember, aki, aki megveszi a klónt, mondjuk, már nagyon messzire mentünk, és tényleg be kéne húzni a kertkaput, de aki megveszi de a klónt, és, még van és mondjuk, írdésünk. itthon Mm, Mi csinál? Ö, tehenet fej és tehenet árul magyar tejet. Az ő hogy érinti az, mondjuk, mikor meglátja a Tesco polcán a, a szlovák tejet fele annyiért? Dühös? Hát szarul. na Miért? Szerinted a fokhagyma termelőt hogy érinti a, a, kínai... a kínai fokhagymát lát a polcon? É, én gesztenyével voltam, <laughs> így szelítgesztenyével. Egyszer nem tudtam megpucolni, bazd meg, amikor megőrültem, hogy én már gesztenyét akarok enni, megvettem, azt otthon néztem meg, hogy kínai az meg, és nem hiszed el, hogy most ez tényleg kínai volt, nem jött le a segge a gesztenyének, már hogy a héja. Na, hát ilyen apróságokon múlik a dolog. Nem azt mondom, hogy kína szard gyárt, hisz ott a Xiaomi, aki, zárójelbe tegyük hozzá, tőzsdére mennek, bazd meg. Olvasd. Ja, és zárójelbe teszem hozzá, nincs gyára. Nincs Nincs gyára, gyára. és a legutolsó portás is, aki akkor beszállt, az most millió dollárokat fog Igen, 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 Szóval, legyünk már büszkék arra, ami van, és akkor legyen ez a zárszó az adás végén: legyünk arra büszkék, amink van, ha nem mi csináljuk, hanem egy másik magyar gőzlér, akkor arra legyünk büszkék, és vigyük a jó hírét. Nem az, hogy vettem egy kínait, mert az olcsóbb volt, a fele annyiba került, vagy harmad annyiba került. Varsóval is varva fogunk menni. Most már nagyon közel vagyok a, a shop nyitáshoz, és uh, van még három darab uh, dvarvom, de nem fogom kitenni. Tehát uh, fogom, és elrakom az utókor számára. Vagy tíz év múlva, mit tudom, ez unokám fő fogja tenni valahová eladóként. Tudod, ez a soha, van egy, soha nem használt, ez a ki nem Van pontot. egy dvarvom, de neked úgyse adom el. <laughs> igen, 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 igen. Csárdi, van még egy olvasói kérdésünk, arra ó, ó, ó gyorsan. Bosán, hát igen, gyorsan. Összetudjuk lapátolni a választ. Igen, ö, <coughs> én ö, mondom a kérdést. Ö, Sziasztok! Tavaly november óta elcégizek, kevergetem a likvidet. Milyen aromákat ajánlotok, amiket használhatok hosszú távon? Károsanyagmentes anyagmentes, minőségi. Megbízható gyártókra gondolok, nem ízekre. Nekem, nekem egy borzasztó jó tippem van. És ha elkezdem mondani, hogy melyik gyártó az, akkor ezt nyilván te is Uh, tudni fogod. Olaszok. Igen. Járt náluk a, a, az, akit én 5 centire meg tudtam közelíteni, Csárli. Sőt, akivel kezet fogtál, csak nincs róla bizonyíték. Igen, igen. Igen, Flavorártnak hívják a céget. Uh, aránylag uh, jól beszerezhető, tehát el elég sokan. Forgalmazzák a, az aromáikat. Szerintem szinte azt mondhatnám, hogy a, a klasszikus aromák közé tartoznak a, a dohányos aromáik például. Ö, ö, nem is tudom, illik-e ilyenkor ö, ö, aroma neveket mondani, nem mondunk, de bármit ki lehet tőlük próbálni, tényleg hihetetlen magas minőségű gyártási ellenőrzés van náluk, és abszolút mentesek mindenféle káros anyagtól, és jó az ízük. A tengeren túli gyártók közül, én, én megmondom őszintén két dolog miatt vagyok bajban. Az egyik az, hogy például a, az egyik leg híresebb vagy hír, hírhettebb gyártó a tengeren túlom mondjuk a Parfum Times akik egyébként illatanyagok gyártására szakosodtak annak idején, tehát ők is nagyon jó aromákat gyártanak, de voltak velük problémák, illetve nekem azért egy-két ízzel van föntartásom, de amúgy biztonságosan használható, Tényleg semmi gond nincs velük. A másik az meg a cukrásziparból avanzált e-cigaretta aroma gyártóvá, az a Capella. A Capellának viszont vannak olyan aromái, amiket nem ajánl e-cigarettához, de ehhez az információhoz csak a kapella oldalán lehet hozzáférni. Elméletileg a, kapella a aromákat, aki vépelésre forgalmazza, az odafigyel erre. De ha mégse figyelne oda, azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy igazán nehéz megkülönböztetni a cukrászati és a nem cukrászati kapella aromákat. Bár most már a kapella elkezdett ilyen Ilyen csomagokat gyártani, hogy mit tudom én, édes véperízek, gyümölcsös véperízek, és akkor nyilvánvalóan ezek biztonsággal használhatók. Amit én egyébként egy picit, picit kifogásolok, az pontosan az oroszok, a Baker Flavor, amelyik mosolyogva nem adott nyilatkozatot annak idején, ők sütő. Ipari segédanyagok előállításával foglalkoznak. Van egy-két tényleg jó dohányos aromájuk, és talán arról van is minősítésük, de szintén az a probléma, hogy mindenféle aromát behoztak a, a palettájukról, még olyat is, amit még talán ők se ajánlanának vépelésre. Na, tehát egy ilyen. Biztos kihagytam azért aromagyártókat, vagy az is lehet, hogy eszencia gyártók is bekerülhetek volna a körbe. De én, én az Európában forgalmazott legmegbízhatóbb aromának az olaszokat tartom. Ezt tényleg merem állítani. Én kettőt emelnék ki, ha már turbó magyarok voltunk az adásban és, és nem mondjunk gyártókat, de az egyik az én kedvencem, a másikhoz meg neked van között. És, és nem kell, hogy egyetérts vele, vagy az, aki, aki, most hallgat, te, ne érts velem egyet, csak hogyha veszel valahonnan, akkor kérd ki a biztonsági adatlapját. Így van. És, és nézd meg, hogy ki az a magyar gyártó, aki diacetil, acetilpropionil, és mi a harmadik? Aceto... Ace... Ah, ezt mindig nehéz kimondani. Én nem fogom tudni. Valami, várjál. Mert ez olyan, van mint a... a, Van a propionil, van a diacetil, és a... Ugye mondom, a harmadikat Csáni. Az meg kéne néznem egy biztonsági alatlapot, hogy mi nincsen. Bakker. Na, szóval az a, az a lényeg, hogy, hogy csak olyan... Acetoin. Csak, csak, olyan gyártótól érdemes vásárolni, aki rendelkezik biztonsági adatlappal. Mi most épp egyébként abba hagyjuk az aromaforgalmazást, helyette eszenciát fogunk forgalmazni valamiért ez volt a, a, vevők többségének a, az óhaja, súhaja Ezeket már nem kell tovább érlelni. Ez az összerázod 7-10 százalék között beledöntöd. Ha 7-be kevered, akkor se lősz nagyon mellé, ha 10-be, akkor se. Csináltam a tiéd, de fifika, <laughs> tudod, a lustaság szobrát rólam emelik. De igen. amikor azt mondod valamihez, most csak akinek nem megy annyira a matek, na. Érted? Igen, tehát ez, ez egy... Kilenc, ja, bocsánat, Azt de én így számolok csak. Kilenc decihez hozzáöntesz egy decit. Kész. Ennyi. Vagy... Ennyi. Száz vagy... millihez tíz milli. Igen. És nem tudsz... Most csak mondtam egy arányszámot, mert valahol így van, tehát, hogy, hogy egy literre kerekíted, vagy hogy mondjuk egy decire kerekíted, úgy adják meg, valahol ugyanúgy, mint a satoknál, de szerintem a világ legrosszabb dolga az, mert, mert na mindegy, messzire mentünk már ebbe az adásba, az, jövő héten kitárgyaljuk, hogy szerintem miért nem. Jó ez. Jövő héten még kitérünk majd a, én most pont ebbe vagyok benne, ebbe a szintetikus nikotin sztoriba, már most az összes európai gyártó összes termékét kipróbáltam, és az érdekes dolgokra derült fény, de ezt a jövő héten ki fogjuk tárgyalni, hogy szintetikus nikotin fronton mi az, amit uh, tudni kell erről a termékcsoportról, mert képzeld el, hogy nem egyféle létezik a piacon. Ne beszélj! Jövő nikotin só néven... Nikotin só néven nem ugyanazt az anyagot forgalmazzák, és itt uh, uh, mondom, a jövő héten erre, erre mindenféleképpen uh, uh, kifogunk térni. Úgyhogy okay. uh, uh, ennyi volt a, a mai adás. Én rettentően örültem, hogy egy picit most már... Krisztiánnal uh, a, a törvényi szabályozás volt a uh, túlsúlyba, és a, és a, a macskásodás. Yes. Uh, és uh, hát veled meg végre lehetett már egy picit a, a készülékes meg a, a kicsit szak, szakmailag... Uh, Uh, más dolgokról beszélni. Uh, diacetil, Charlie, acetoin és, és acetil-propionil, akár -propionil. csak kibírom már mondani. Ja. Na. Jó, akkor jövő héten nikotin-show, addig Show. is szevasztok! <laughs> Szia!